Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb kimutatása szerint jobban élünk, mint egy éve. A mai nap közé tett gyors tájékoztatón szerint Magyarországon a nemzetgazdaság egészét tekintve a bruttó kereset 256.500 forint volt, ez 6,1%-kal magasabb érték, mint a tavaly ilyenkor mért érték. A nettó keresetek azok 170.600 forintot értek el, ez 7,8%-os növekedést jelent. Járókelőket kérdeztünk, hogy nekik mit sikerült realizálniuk ebből. A fogalmam sincs igazából, nekem biztos jobb az életem, mint egy éve. Én szerintem nem élünk jobban. Kommunikáció van, és nem igazmondás. Önnek nem nőtt? Nem. Ez hogy lehet? Nem tudom, de nagyon rosszul megy. Én inkább azt nézném, mennyivel növekedtek az árak. Mert lehet, hogy a bérek nőttek, de az árak is. Nekem csökkent a fizetésem. Arányosan 30%-a magasabb lett a fizetésem. Ön is nőtt? Nőttem, igen. 8%-kal? Sokkal, mint pedagógus. Hülyeség az egész, legalábbis, hogyha az emberek nem érzik ezt, akkor hiába is. Tehát, hogy ezt, hogyha még meg is történt, akkor is ezt csak jóval évekre ráéreznék meg. Hát szerintem ez, nem tudom, honnan szedik ezeket az adatokat, de tuti nem így van. Tehát rosszabbul élünk. Biztos. Érezhető. Szerintem most már mindenki érzi. Semmit, nem nőttek, semmi. Ugyanott vagyunk, ahol elindultunk. Nincs az embereknek munkájuk, nem jó a bérezés. Lassan már ott tartunk, a diplomás ember nem tud megélni. Diplomás ember. Már ott tartunk, úgyhogy ez hazugság, nem nőtt semmit.